Pinókiónak a történetét, most a 9. elmeséli el. Felkészül a 9. C. Fiúcskát? Igen. Apa leszek! És Gepetto hazaindul a farönkkel, hogy megalkossa élete főműtét. Pinokiót, fából faragott kisfiút. Na gyere, embert faragok belőle. Nyugi, még faragok az orrodból. Össze-vissza. Tessék, megvágtad magad. Pinokió, te vérzel. Jobban is vigyázhatnál. Te csak egy bábú vagy. Az embernek arany szíve van. Ez meg itt lelép, meg rohangál össze-vissza. Idős hölgyeket molesztál, meg félrevezeti az embereket. Hát te meg ki vagy? Valami bogár? Nem minden rovar bogár. Látod, még ezt sem tudod, hogy a ház tücsök vagyok. Na ide figyelj, nem rohangálsz a világban csak így meg úgy. Még egy ilyen magadfajta tökfilkónak is tanulni kell. Például hogyan kell gondolkodni, meg olvasni és írni. És miatt hol lehet? Hát az iskolában. Papa, iskolában akarok járni, gondolkodni, meg olvasni. Hát, a közelben van egy gimnázium, de hát olyan szegények vagyunk. Viszont eladnak a tücsökről meg. Akkor a bogehetnénk ABC-s könyvet. Na gyere, fiatal! Vidd ki innen ezt a tücsköt, de én undorodom a bogaramtól, de hát te is ott vagy. És itt
történt meg? Hogy Geppetto a rollerárából ABC-s könyvet vett, és elküldte Pinocchiót az iskolába. Ciao a tutti! Pinocchio vagyok! Mártól én is Batyán is leszek! De te nem is vagy igaz kisfiú. Az osztály krémje persze megint a jelzőcsengetés után érkezik az iskolába. Na mi újság, bábú faragott haver? Gólya vagyok, még csak mesét nézek. De a világében úgy is gyorsan telnek az évek. Yeah! De én tanulni akarok. Tanulni? Gyere majd, mi megtanítunk erre, meg arra. De mit szól a tanító bácsi? Szóljon, amit akar. Azért fizetik, hogy maradjon. Yeah! Gyere, lelépünk, lemegyünk a beachre, bugizunk meg minden. Gyere, elpasszoljuk az ABC-s könyvere, lóvét meg elbulizzunk. Így esett, hogy Pinocchio eladta az ABC-s könyvét, és elment a rossz gyerekekkel. Geppetto pedig napokig kereste. Kereste az erdőben, az iskolában, a mezőn, amikor a tengerpartra jelentett. Hol lehet Pinocchio? Talán a viharos tengerbe esett. Meg kell valahogy győződnöm. Hol egy csónak? Ott egy csónak. Úristen! Egy óriás cephal! Ez most itt el fog engem nyelni. Jaj! És Geppettót elnyeli az óriás cephal. Ekkor érkezik a partra, immár pénztelenül és hót másnaposan Pinocchio. Mit tettem? Eladtam az ABC-s könyvem. Átvertem szegény Geppettót. Legszívesebben a tengerre vetném magam. De felesleges, mert fából vagyok és úgysem merülnék el. Megmenekültem! Itt a jó tündér! Jó tündér? Miért szomorkodsz, Pinocchio? Itt vagy, ez a bábú egy gazember. Közönséges naplopó, iskolakedlő. Szegény apját is átverte, hogy nórikázol a ledér barátnőivel. Pinocchio, ez igaz? Ez rágalom! Pinocchio, ne hazudj itt nekem tovább, mert akkora orrod lesz, hogy nem tudsz kimenni azon az ajtón. Megígérem, hogy jó leszek. Csak hadd lássam még egyszer Geppettót, és hadd legyek igazi kisfiú. Vagy inkább igazi férfi. Mindent megígérek. Na jó. Menjél haza, és bizonyíts! És így esett, hogy Pinocchio megjavult, és a tündér igazi kisfiúvá változtatta. És Pinocchio ettől a naptól kezdve rendes gyerek lett. Segített az idős embereken, segített a hátrányos helyzetűeken, segített a bűnmegelőzésben. És Pinocchio a mai napig a Batthyány öreg falait kopogtatja. A 9.